Az örökbefogadók egy Ovit mozgalomtól kért segítséget, a nagykóny óvoda még évekkel ezelőtt. A mozgalom célja a mély szegénységben hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben nehéz körülmények között élő gyermekek segítése. A nagykóny óvodát 5 éve regisztráltam a Fogadj Örökbe egy Ovit felületen. Ez egy magánkezdeményezés volt anno, és mai napra országos léptékűvé nőtte ki magát. Ami azt jelenti, hogy cégek, vállalkozók, magánszemélyek, rászoruló vagy kevésbé rászoruló, de valamiben hiányt szenvedő intézményeknek tárgyi, elsősorban tárgyi és eszköz segítséget nyújtanak. Regisztrálni kellett egy felületen, és a cégek úgymond mazsolázgattak az intézmények között. 5 évvel ezelőtt abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy karácsony előtt a Nemzeti Útdíj Kezelő ZRT megkeresett minket, hogy ők szeretnének minket támogatni. Hétköznapi nevén NUSZ, mi is csak úgy hívjuk, hogy a NUSZ-os angyalkáink, és ők immáron 5 éve ellátják az óvodánkat gyakorlatilag minden földi jóval. Bátran állíthatom, hogy az elmúlt 5 évben tárgyi és játék eszközre nem kellett óvodai pénzt költeni, mert ők nekünk mindent megadtak, a foglalkozási eszközöket, a gyurmátaragasztót, rengeteg-rengeteg játékot, aminek nagy részét karácsonyot a családot ki is osztjuk, tehát ezt nem az óvodában használjuk, hanem az óvodában járó szülők és gyerekek is kapják. Az örökbefogadó intézmények minden alkalommal megkérdezik, mire is van szüksége az óvodának. Idén tartós élelmiszert kért az intézményvezető, hogy ezzel támogathassák a hozzájuk járó 27 gyermek családját. Bármikor lehet támogatni az intézményeket, és ők rendszeresen érdeklődnek felőlünk, a gyerekek felől, a ballagáskor, húsvétkor, tehát többször van évközben kapcsolattartás, de valahogy a szokásrendszer így alakult, hogy ővelük, ezzel a céggel karácsony előtt találkozunk. Több örökbefogadónk van még rajtuk kívül, de ők is többnyire ilyenkor jelentkeznek. Mondjuk idén álmosan se gondoltam, hogy akár ők is jelentkezni fognak, nehéz a körülményük nekük is, de hát ők jönnek és hozzák az ajándékaikat most is. Látom a családoknak a mindennapi küzdelmét, mindahogy minden intézmény, mindenki most a világban egy kicsit nehezebben jut hozzá akár a mindennapi betevőhöz is. És mivel a megszorítások miatt a gyerekek érzik leginkább a megszorításokat, és a gyerekek sínylik meg azt, hogy kevesebb jut akár a konyha pénzre is. Ezért úgy gondoltam, hogy ez lesz az egyik legjobb karácsonyi ajándék. És nem csak lisztet, meg cukrot, meg tejet kértem, hanem süteményeket, édességet, amit hazavihetnek, tehát olyan dolgokat, amire most a családoknál biztos, hogy kevesebb jut. A kis ovisok izgatottan várták a jótevő segítőket, akik megpakolt autóval érkeztek idén is. Az ajándékokat hozó cég munkatársai minden évben nagy örömmel állnak a nemes kezdeményezés mögé. Közel 4 éve örökbe fogadta a Nemzeti Údi Fizetési Szolgáltató ZRT a nagykonyi óvodát, és azt kell erről a kezdeményezésről tudni, hogy itt a kollégáink hozzák az ajándékokat, mindenféle játékkal, tartós élelmiszerekkel, ruhákkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvoda is, hát remélem, hogy azért a környéknek is jusson belőle karácsonyra, és hogy kerülhessen valami a fa alá a gyermekeknek. Bevallom őszintén, hogy felszoktuk hívni az óvónőt is, aki koordinálja ezt az egészet, és igyekszünk olyan termékeket hozni, amikre szükségük van. Most például úgy tudjuk, hogy elromlott a vasalójuk, és a vasalódeszkájuk is egy picit avitas volt, úgyhogy ezeket is igyekeztünk pótolni. Ez a munkatársainak köszönhető, a cég természetesen hozzájárul a koordinációban, a logisztikában, és ez egy hatalmas öröm nekünk, hogy a kollégáink ennyire odaadóak, és minden évben oda teszik magukat, hogy ennyi ajándék összegyűlhessen. A szülők igazán hálásak a kezdeményezésért, mint mondják, nagy segítség ez számukra. Nagyon jó, hogy ez van, és nagyon sok örömöt szerez a gyerekeknek, már lassan 5 éve van, és mi is örülünk neki, hogy van. Nagyon sok játékot kaptunk, akkor az óvodát támogassák azzal is, hogy nem kell hozni zsebkendőt, ilyesmiket, ami ide kell az óviba. Örömet szerez a gyerekeknek, még egy fogkrémet is adnak, fogkefét is, hogyha kell. Örülnek a gyerekek a legapróbb játékoknak is, meg mindennek örülnek a gyerekek, és ez nagyon jó dolog, ez nem mindenhol adatik meg, de jó, hogy ez nagy konyiban így lehetséges, nagyon jó a gyerekeknek. Az örökbefogadó mindaddig segíti a nagykonyi óvoda életét, ameddig erre lehetősége adódik.